6 év börtönbüntetést kapott a Jehova tanúi vallási felekezet egyik tagja Oroszországban. A dán Dennis Christensent az orjoli bíróság bűnösnek találta vallási szélsőségesség vádjában. A férfi vezette a helyi bibliaolvasó klubot. Dennis Christensen az első a Jehova tanúi közül Oroszországban, akit vallási szélsőségesség miatt ítéltek el. A felekezetet hivatalosan 2017-ben tiltották be az országban. A dán férfi ügyvédje azt mondta, hogy Christensen ügye az első tesztje a vallásszabadságnak Oroszországban. Az ügyvéd hozzátette, kollégáitól tudja, hogy más vallásokat követő nyomozók is figyelik a bíróság ítéletét a Jehova tanúival kapcsolatban. Dánia külügyminisztere a Twitteren reagált, mélységes aggodalmát fejezte ki az ítélettel kapcsolatban, és felszólította Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben a vallásszabadságot. Moszkva kritikusai szerint a szélsőségességekről szóló, meglehetősen homályosan megfogalmazott orosz törvényeket gyakran alkalmazzák az ellenzéki aktivisták és a vallási kisebbségek ellen.